Sziasztok! Elérkeztem nektek egy újabb napi vloggal. Már nagyon-nagyon szerettem volna egy ilyet készíteni, mert irtozatosan régen csináltam, és úgy gondoltam, hogy ez a nap most alkalmas rá. Ma nagyon szép napunk lesz, mert megyünk kirándulni, szóval most amúgy tényleg egy jó napom van, úgy érzem, és jó napom lesz, nem ronthatja el semmi. Most nem érzem magamon azt a stresszt, ami amúgy meglepő, mert ugye vizsgai időszakoknál általában stresszes vagyok, és hiába van itt most a vizsgai időszak, ezen a napon nem érzem magamon a nyomást, a stresszt, és úgy jöttem vele, hogy megosztom veletek ezt a napot, mert szerintem ez egy nagyon jó nap lesz. Imádok a családdal lenni, és nagyon szeretek kirándulni. Most keltem föl nemrég, óraátállítás volt, szóval egy órával előbb keltettek föl. Most fogok kimenni a teraszra kávézni, mert ilyen időben olyan gyönyörű a kert. Nagyon szeretek kint lenni és kávézgatni, főleg mikor ilyen gyönyörű idő van és süt a nap, és már elkezdenek zöldülni a levelek. Nagyon szeretek itt kint lenni, igazából mindenki nagyon szeret itt kint lenni, mert ad egy ilyen nyugalmat, egy ilyen lelki nyugalmat, és így olyan jó érzés itt kint leülni, és így lenni, és így iszogatod a kávét, és így végig gondolod, hogy úristen, de jó itt, meg olyan jó, meg áh! Szeretném nektek megköszönni, hogy támogattok és itt vagytok velem, és készítettem nektek ilyen kis apróságokat, 180 darabot körülbelül, ilyen kis kulcstartónak gondoltam, ilyen kis jelképes ajándék nektek. És minden 5000 forint fölötti vásárló, amivel sajnos limitált és nagyon kevés van benne, mert nem tudtam többet csinálni 180 darabnál, mivel sajnos vizsgázom, de 5000 forint felett, hogyha a videósbolt.hu per polacsenel oldalon vásároltak a termékeimben, akkor ajándékba fogok nektek egy ilyet küldeni köszönetjeléül. Nagyon remélem tetszik, mert nagyon sokat dolgoztam vele, és még alá is írtam, és esküszöm, szerintem tök jól néz ki, nagyon kis aranyos, különböző kis formákat próbáltam készíteni nektek, gyurmából csináltam, és kiégettem, úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszik nektek. Reggeliztünk, és most el is készültünk, úgyhogy indulás! Nos, mint ahogy láthattátok, fölértünk végre, felvettem azért egy-két részt, és meg is mutattam, hogy nagyon sok meredek helyen mentünk föl, sőt, öcsém föl is futott, meg édesanyám is, meg bocsánat, is. És én is futottam természetesen. Elmentünk a nagy hideghegyi turistaházba, ez volt a cél, ide feljöttünk, és akkor ettünk egy jó kis strapacskás pörköltet, ugye? Szarvaspörit, azt meg is mutattam, és most fogunk visszamenni egy jó 2 óra körülbelül, hogy visszérjünk az autóhoz. Amúgy nagyon jól éreztem magam, meg most is nagyon jól érzem magam, nagyon szép helyeken jártunk.
is ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett. Igaz, nem egy hatalmas nagy tartalom, de gondoltam, megosztom veletek ezt a napot, mert én rettentően jól éreztem magam, nagyon is vártam, hogy elmenjünk végre kirándulni, nagyon szeretünk a családdal mindenhova menni együtt, úgyhogy azért is gondoltam, hogy beavatlak titeket, mert szerintem ez egy nagy élmény volt, és meg akartam mutatni, hogy milyen szép helyen jártam. És remélem, ti is kedvet kaptatok a túrázásra. Menjetek mindenképp ki a szabadba, mert nagyon-nagyon jó, és nagyon élvezetes, úgyhogy mindenképp vigyétek el a családot. Még azt is hozzátenném, hogy ne haragudjatok, hogy ilyen későn tettem ezt a videót ki, és már vagy 3 hetet csúsztam a tartalommal, de nagyon sokat kell most tanulnom, mert nagyon sok vizsgám lesz. De ígérem, hogy nyáron mindenképpen visszajövök, és rettentő sokat fogok videózni, csak most tényleg ilyen 2 hetente, 3 hetente, ha fel tudok tenni egy videót, annak is nagyon örülök. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és akkor a következő videóban találkozunk hamarosan, jövök, sziasztok!